A hirtelen halál a számodra legmegrázóbb, és ebben az esetben a gyermeked a legnagyobb segítség. Azért, mert a gyerek kérdez. Teljesen, folyamatosan, megállás nélkül kérdez. Nem hagyja, hogy elsüllyedj az elkeseredés mocsarában, hogy eluralkodjon rajtad a bánat ott abban a helyzetben, hanem a kérdéseivel átsegít. És igenis, nem magyaráz, de a kérdésekre válaszolj. Válaszolj kimerítően, gondolkodj a gyerek fejével. Mert hogyha tudsz a gyerek fejével gondolkodni, akkor már is el tudod oszlatni azt a pánik ködöt, ami ilyenkor a te fejedben van. Úgy van, hogy a trauma vagy a sok idején, hogyha van valaki, akiről gondoskodni kell, akár egy harctéren egy sebesült, vagy akár egy balesetben valami komolyabb sérült, azt a helyzetet sokkal könnyebben megoldja számodra, mint hogyha egyedül vagy. Tehát neked ilyenkor az a feladatod, hogy a gyerekednek a kérdéseire úgy válaszolj, mint hogyha azok a világ legfontosabb kérdései lennének. Noha egy valami fontos az az, hogy elvesztetted azt, akit szeretsz. De a gyerek, ha a gyerek kérdéseire válaszolsz, akkor megakadályozott, hogy kialakuljon ez a beszűkült csőlátás, és folyamatosan kell erre-arra figyelni, erre-arra válaszolni, ami az agyadat kiemeli a pánik helyzetből, a tudatodat megóvja a beszűküléstől. És hogyha ezt az időszakot sikerült túlélned, akkor már sokkal könnyebben tágul a horizont, könnyebben tudod valóban földolgozni, mert a beszűkült tudat az nem földolgozás, az egy kétségbeesett, lehetetlen, tehetetlen állapot. A földolgozás azután kezdődik, miután elkezd a tudat kinyílni, és elkezdenek alternatívák jönni, és elkezdenek teendők jönni. Akkor kezdődik. És ebben segít a gyerek.